A most következő videóban a világító diódákkal fogunk megismerkedni, megnézzük, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, és kitérünk a LEDek otthoni felhasználásának alapjaira is. Kezdjünk is hozzá! A LED betűszó a Light Emitting Diode angol szavak rövidítéséből származik, ami magyarra fordítva fényt kibocsátó diódát jelent. A világító dióda egy kétlábú áramköri elem, amely elektromos áram hatására fényt bocsát ki. A LED technológia mára teljesen megváltoztatta a világunkat, gondoljunk csak a CD, DVD olvasókra vagy az optikai szálas hálózatokra. Legjobb tudásunk szerint AJ Round brit kutató fedezte fel a jelenséget 1907-ben, amikor áramot kapcsolt tűkontaktussal egy akkor még rendkívül ritka vegyülete a szilícium karbidra. A kristály két pontja közé kapcsolt feszültség sárgás színű fénykibocsátást eredményezett. AJ Round mellett Oleg Vladimirovics Losservet tartják a LED feltalálójának. Lossev rádiótechnikai munkája közben figyelte meg, hogy áramhatására a vevőkben lévő diódák fényt bocsátanak ki. Tapasztalatait 1927-ben publikálta egy orosz újságban. Ugyanaz angol Round már 20 évvel Lossev előtt publikálta írását, az orosz tudós sokkal részletesebb információkkal számolt be a fénydiódákról német és brit tudományos folyóiratokban. Ennek ellenére a felfedezés több évtizeden keresztül nem került gyakorlati használata. Az első látható fényű, piros LED 1962-ben született meg Nick Holonyák által, akit a szakirodalom a fénykibocsátó dióda apjának tart. Az első vörös ledet a HP és a Monsanto cégek gyártották. Ezután már sorban születtek az újabb és újabb felfedezések, különböző színű és egyre fényesebb diódák. Megjelent a zöld, a narancs, majd a kék led is. Ez volt az utolsó és egyben legnehezebb fejlesztés is. A kék leddel egy újabb korszakhoz érkeztünk. A kék led megjelenése segítette hozzá a fejlesztőket a fehér színű ledek megalkotásához. A világítás technika ezt a szint tudja leghatékonyabban hasznosítani. A fénydiódák speciális felépítésű diódák, amelyek az elektromos energiát fényenergiává alakítják. Ha nyitó irányú áram folyik keresztül a PN átmeneten, az elektronok az N rétegből a P rétegbe, a lyukak a P rétegből az N rétegbe diffundálnak. Az egymás felé haladó töltéshordozók kiszámítható valószínűséggel rekombinálódnak. A rekombináció eredményeként energia szabadul fel amely az anyag szerkezetétől függően meghatározott hullámhosszúságú fényformájában sugázódik ki. A sugárzási rekombináció csak úgy jöhet létre, ha az elektronok átkerülnek a nagy energiájú vezetési sávból a kisebb energiájú vegyértésába. A kibocsátott fény színét, hullámhosszát a félvezető anyag sávszerkezete határozza meg. Tulajdonképpen minden félvezetőben keletkeznek fotonok a rekombináció közben, de hogy ezt észtenni is tudjuk, a LED PN átmenetét kell speciálisan kialakítani, és higgyük el, ez nem is olyan könnyű feladat. A hagyományos ledek két lábbal rendelkeznek, tokozásuk rendkívül sokféle lehet. Az 5 mm átmérőjű hengeres műanyag kivitel a mai napig általánosnak tekinthető. Gyakori még a 3 mm-es és a 10 mm átmérőjű kivitel is. A tokozáson a legtöbb gyártó megjelöli a katódot sík felülettel, valamint a láb rövidebbre vágásával. A hosszabbik láb az anód, tehát a normál működéshez ennek kell pozitívabbnak lennie. A LED rajzjelében szereplő háromszög, mint egy nyír mutatja az áram átfolyásának helyes irányát. A LED belsejében az anód és a katód, a két elektróda, két üllőhöz hasonló fém alkatrészen keresztül csatlakozik a félvezető lapkához. Ezek közül a kisebbi tartozik a hosszabbik lábhoz. A félvezető lapkát egy tükröző kupszelet és egy megfelelően formált epoxi burkolat veszi körül. A bulkolat lehet opálos és teljesen víztiszta is. A világító diódák a hagyományos félvezető réteg diódák módjára működnek. Bizonyos küszöbfeszültség elérése után megindul a nyitó áram, ilyenkor a LED világít. A nyitó irányú áram elérése után a feszültség további növelésével már nem lehet számottevően növelni a LED fényét. Ha pedig a megengedetnél nagyobb feszültséget kapcsolunk a ledre, akkor azon túl sok áram folyik keresztül, és az alkatrész tönkre megy. A ledek jelleggörbéje hasonlít az általános célú diódákéra, de a nyitófeszültség jóval nagyobb, a led színétől anyagától függően. A gyártók sokszor csak táblázatos formában adják meg a főbb paramétereket egy tipikus munkapontra vonatkozóan. Az itt látható táblázatban például 20 mA névleges nyitóáramra vonatkozó adatok szerepelnek. Természetesen mi magunk is meghatározhatjuk, a használni kívánt LED nyitófeszültségét 20 mA nyitóáramra vonatkozóan. Nézzük meg, hogyan változik ez az érték attól függően, hogy milyen színű ledet vizsgálunk. Vörös LED esetében ez az érték 2,2 volt, a sárga és a zöld ledeknél is hasonló értéket mérhetünk. Ettől jelentősen eltér a kék és a fehér színű LED. A nyitófeszültség itt jellemzően 3,2 volt. Ha összeírjuk a kísérlet eredményeit, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy az irodalmi adatoktól csak a zöld led nyitófeszültsége tér el jelentősen. Miért? A legtöbb ember a látható spektrumban a sárga színészlelet alsó határát már zöldnek látja. Ez 565-570 nm közötti érték. Ezt a szint egy francia likőrről a sátrőzről nevezték el. A sátrőz a zöld és a sárga szín között helyezkedik el, és nincsen benne kék komponens. A kék led feltalálásáig csak a sátrőz volt az egyetlen sárga zöld led évtizedekig. Röviddel azután, hogy a kék led elérhetővé vált, a valódi zöld is megjelent. Ezek is zöld ledek, amik különböző félvezető anyagokat használnak fel. És inkább a látható spektrum zöld színészerésének kékes vége felé mutatnak. Ez jellemzően 505-520 nm közötti érték. Ezek a valódi zöld ledek sokkal ritkábbak és drágábbak is. Jegyezzük meg, hogy a zöld, mint homályos fogalom egy mérnöknek nem sokat mond a hullámhoz, már annál inkább. Egy LED működtetésének megtevezésekor a legfontosabb feladat a munkapont beállítása és az átfolyó áram korlátozása. A munkapont meghatározása azt jelenti, hogy eldöntjük, hogy mekkora áramban akarjuk használni a led -et. Ez legtöbbször 10-20 mA nyitó irányú áramot jelent. Most vegyük elő a LED jelleg és a függőleges tengelyen húzzunk, az X tengelyer párhuzamosan egy egyenest a 20 mA-es osztás magasságában. Ez kijelöl egy pontot a jelleggörbén, amit munkapontnak nevezünk. Ha a munkapontból kiindulva merőlegest állítunk az X tengelyre, leolvashatjuk a munkaponthoz tartozó nyitófeszültséget. A munkapont kis teljesítményű ledek esetében legegyszerűbben egy soros ellenállással állítható be. A betáplált feszültség és a LED munkaponti nyitófeszültségének különbsége a soros ellenálláson esik. A méretezést ezért egyszerűen az Ohm-törvény felhasználásával tudjuk elvégezni. Nézzünk egy példát arra, hogyan vezérelhetünk egy ledet et Arduino val A mikrovezérelő tápfeszültsége 5 volt, így a digitális kimenetek feszültsége legfeljebb ekkora lesz. A mikrovezérlő kimeneteiről akár 20 mA áram is kivehető, így közvetlen meghajtás esetén legfeljebb a nyitó irányú áram folyhat a leden. Mekkora értékű áramkorlátozó ellenállást kell sorba kötnünk egy vörös led esetén? Az áramkorlátozó ellenállást úgy kell megválasztanunk, hogy a munkaponti áram hatására Vs Vf feszültség essen rajta. A vörös led Vf nyitófeszültsége 20 mA áramnál kb. 2 voltnak vehető. Ohm törvénye alapján a számítást el tudjuk végezni. Tehát vörös led esetén egy 150 ómos soros ellenállás szükséges a munkapont beállításához. A LED nyitóirányú karakterisztikája a közönséges szilícium diódájéhoz hasonló. Záró irányú feszültség esetén a LED is szakadásként viselkedik. De a LED kristály erős szennyezése miatt viselkedése itt már eltér a közönséges szilícium diódájétól. A letörési feszültség sokszor csak 5-10 volt. Ezért ledeknél külön ügyeljünk arra, hogy ne kerüljenek záró irányú előfeszítésbe. A mai alkalommal a világító diódák legfontosabb jellemzőivel ismerkedtünk meg. Ilyen volt a polaritás, a nyitófeszültség és a megengedhető maximális áramerősség. Jegyezzük meg, hogy a lednél a szabályozást az áramerősség végzi, és nem a feszültség. A LED technológia működésének tökéletessége abban rejlik, hogy a kimeneti fény előállításához alacsony áramerősség és feszültség is elegendő, ami minimális hőleadással párosul, cserébe pedig hosszú élettartalmot biztosít. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem, ha tetszett a videó, akkor bátran iratkozzatok fel a csatornára, és észrevételeiteket pedig ne tartsátok meg magatoknak. Sziasztok!